A Baka István Alapítvány és a Wosinski Mór Múzeum közös rendezvénye Merő Béla színházi rendező három kötetének a mostani bemutatója. Nagy örömünk, hogy eljött és hazajött Merő Béla, aki ugye szekszárdi születésű. Jól tudjuk, hogy együtt végzett Baka Istvánnal, Lányi Péterrel és egy nagyon komoly korosztállyal. Nagyon kötődik ő ehhez a városhoz, a város is nagyon kötődik hozzá, úgyhogy nagy örömünk, hogy most itt van ezekkel a kötetekkel. Az első az Volt egy reflex színpad című volt, az első könyvem egy hosszabb idő után, 2002-ben jelent meg az Új mandátumnál színjáték színész címmel egy elméleti munkám. Reflex színpad az egy alternatív színház volt. Tavaly Szombathelyen volt egy kiállítás 60-as, 70-es évek alternatív művészetéről. Hát az volt a reflex, az volt az első. A találkozások az egy meghatározó könyv volt. Azok szerepelnek benne, akik nagyon fontosak, ugye Baka István, Zalán Tibor, Alekszandr Gonobolin, ukrán hegedűművész barátom, aki Herszonban dolgoztunk sokat együtt, meg Magyarországon is, jelenleg Franciaországban van, Bécsi Tamás, akinél doktoráltam, kiváló színházeszéte, Ruszti József, akivel 1966 óta ismertek egymást, és a Zalaegerszegi Színháznak ő volt az igazgató, én hívtam Zalaegerszegre. Aztán Szergej Paradzsánov, világhírű filmrendező, akivel Tbilisziben ismerkedtünk össze, és összebarátkoztunk rövid idő alatt, és akkor ő megkérdezte, hogy mi az én kedvenc darabom, és akkor azt mondtam, hogy a Csongor és Tünde. És miről szól, elmesélem, és akkor ő meg elmondta az övét, az Asip Keribet, meg lehet nézni a YouTube-on, az az ő Csongor és Tündéje. Nekem kellett volna játszani a főszerepet, nem vállaltam a Kaukázusba, kellett volna 2 évet lehúzni. Utána 3 lengyel színházi kurzus, egyik a József Sajna, aki Grotowskynak volt a díszlettervezője, Varsóban volt egy saját színháza, ő a Replika című előadása YouTube-on megnézhető, a testekkel komponált. Nem igazából az volt a fontos, hogy a színész hogyan mozdul meg, hanem a kompozíció művészet. De a színészek belém szerettek, és a Sajna felajánlott egy állást Varsóban, nem fogadtam el. Aztán Sanyeszki a következő. Ő a paraszínházi korszakában volt Grotowskynak, és a Magas Tátrában hoztunk létre előadást, ahol nagy tortúrák voltak, ugye a Grotowsky féle tréning, egy nemzetközi tábor volt, ők azért jöttek oda, hogy kapjanak pénzt, és a tréninget csak addig kell csinálni, míg bírják, rajtam kívül már senki nem bírta, és akkor ki akartak nyírni, nem tudtak, volt egy pillanat, éreztem, hogy elájulok, de azt mondtam, ezt nektek. És összebarátkoztunk, és nagyon-nagyon fontos találkozás volt. És az utolsó az pedig az Emberek fája, az a Grotowsky színházában egy 16 órás improvizáció, ahol két világhírű emberrel barátkoztam össze, a dramaturggal és Cseslákkal. Ők kiválasztottak engem, hogy majd együtt fogunk dolgozni, és én meghívtam őket Zalaegerszegre 82-ben, amikor nyílt a színház Zalaegerszegen. Csak Rátki András nevű kedves elvtárs, aki először 71-ben akart becsukatni a Baka Pistával közösen írt darab miatt, nem engedte be a Grotowsky Színházat Magyarországra. Az utolsó fejezet az pedig a Solveigemről szól, a feleségemről, aki kibírta velem az életet. A következő könyvem, ami itt van, az a Székely-Udvarhelyi Színház alapítás, hogy a Székely-Udvarhelyi Színházat én alapítottam, kemény csatározás volt itt. Az erdélyek is ellenem, a románok is ellenem, a magyarországi magyarok is elképesztő volt. Ha valakit érdekel, érdemes belenézni. Tehát egy példát mondok el, a megnyitó. A színház megnyitó az volt, hogy a Tomcsa Sándor nevet én választottam, székelyudvarhelyi író, és a színház előtt volt a szobor, azt felavattuk Szász Jenő polgármesterrel, minden széken egy cetli, köszöntjük a Tomcsa Sándor színház meg, de egy szál virág, és bezárattam az ajtót, mert a takarítónőkkel együtt festettük a díszletet, és nem akartam, hogy akik nem vettek részt a munkában, ne legyenek a színpadon. És énekeltük a magyar himnuszt. Édesanyám Székely Derzsen született volna 30 kilométerre. Szekszárd polgármester küldött egy faxot, akkor csurogtak a szememből a könyv, nem vagyok érzelgős fiú. Verestói Attila, aki az RMDS háttérembere volt, ugye Alina Ceausescu-nak a doktoriát ő írta, kiengedtetett 2 fiatalkorú magyart a börtönből, és amíg mi fönt voltunk, betörtek az öltözőbe, kirabolták az öltözőt, és a színpad alá kakáltak, amikor mi a magyar himnuszt énekeltük.
úgyhogy ez maradt a... De és a kemény csatározások, ami lényeges, hogy a színház van, él és működik. Utolsó könyvem, az ugye, a múlt héten jelent meg Lezsák Sándor alapítványa támogatásával, az több színházi törekvések Zalában, csak az egy füllentés. Hát ugye a magyar színház történetben az a lényeges, hogy a hegeli esztétikát fogadta el a marxista esztétika, ami azt jelenti, hogy van produktív és reproduktív művészet, és a színház az nem más, mint az irodalom felböfögése. Na most itt mi, az írók és a színház együttműködését, a rendezők és az írók együttműködését hoztuk létre,